Kedves érdeklődő! Szabó Bence Farkas vagyok, az ELTE Bolyai János gyakorló általános iskola és gimnázium tanára. A Szabó Szabolcs Alapítvány keretében működtetett kémia mobil labor pályázatba veszek részt, mint közreműködő tanár, és Vas megyében én látogatom azokat az intézményeket, amelyek érdeklődnek a program keretében megtartott foglalkozások iránt. A program a maga nemében egyedülálló és hiánypótló. Egyedülálló abból a szempontból, hogy szinte minden megyében van egy-két tanár, aki részt vesz a programban, és így egy szinte országos lefedettségű hálózatot hoztunk létre, aminek a segítségével szinte bármelyik iskolába el tudunk jutni, amely érdeklődik a program iránt. Hiánypótló is a program abból a szempontból, hogy ezekben az iskolákban valamilyen oknál fogva az ott tanító kollega nem tudja a kémia tantárgyal kapcsolatos kísérleteket a diákokkal elvégezni, vagy nem tudja ezeket bemutatni. Ezek a gátak különbözőek lehetnek az iskolába, valamely iskolákban az eszközök, illetve a vegyszereknek a hiánya okozza ezt a problémát, valamely iskolákban pedig a kollégának a leterheltsége az, ami miatt a diákok nem látnak, illetve nem végeznek el annyi kísérletet, amennyit lehetne. A pályázattal kapcsolatban pozitív tapasztalataim vannak az iskolavezetések, az iskolákban tanító kollégák és a diákok részéről is. Az iskola vezetések szinte mindig pozitívan fogadják a felkeresést, ugyanis egy napi rutinba könnyen beilleszthető programról van szó, ami szorosan kapcsolódik a tantervhez, és lényegében ingyen van számukra. Az iskolába tanító kollégák is pozitívan fogadják a programot, partnerként állnak hozzánk, és nagyon sokszor segítenek a foglalkozások során a kísérleteket elvégezni, illetve segítenek a diákok munkájában is. A diákok részéről is pozitív tapasztalatokat tudok elmondani. Nagyon örülnek a sok kísérletnek, először főleg a látványnak, majd később a közös megbeszéléseknek, és a legvégén a közös kísérleteknek örülnek. Csak hogy egy példát mondjak nevek és helyszínek nélkül, egy diák érkezett a foglalkozásra, körülbelül 10 percre a foglalkozás megkezdése előtt tudta meg, hogy ő most ezen a foglalkozáson fog részt venni, és hát nem igazán örült neki. Az első dolog, ahogy leült, az volt, hogy jelezte a tanárnőnek, hogy neki hát el kell menni a negyed órával előbb, mert megy a busza. Hát ment a foglalkozás, a diák először egy kicsit szkeptikusan állt a dologhoz, majd egyre-egyre aktívabb lett a munkában, és hát nem jelentkezett, hogy neki mennie kell, el sem ment a foglalkozás vége előtt. Majd a foglalkozás végén odajött hozzánk nagy örömmel, hogy hát ő neki ez nagyon tetszett, és nagyon érdekesnek találja, és hogy hogy lehet abban az iskolában tanulni, ahol én is tanítok, mert hogy ő szeretne kémiával foglalkozni. Ez a másfél óra neki, ez nagyon meghatározó volt, és nagyon-nagyon tetszett neki. Úgyhogy megbeszéltük, hogy hogyan tudnánk tovább tanulni, és hát a foglalkozás végén úgy ment el, hogy hát sajnos lekéste a buszt, úgyhogy rögtön hívta édesapját, hogy majd jöjjön érte, mert hát nem tudott időben elszabadulni az iskolából. Összességében szeretném elmondani, hogy tényleg pozitívak a tapasztalataim, nagyon-nagyon örülnek az iskolákban. A kollégáknak az első kérdése, hogy vége van a foglalkozásnak, az, hogy mikor jöhetünk, vagy mikor hívhatnak minket legközelebb, és mikor tudunk megint jönni, mert hogy nagyon örülnének, hogyha akár a másik kísérletsort meg tudnám csinálni valamikor, akár jövőre az újonnan érkező hetedikesekkel, meg tudnám csinálni ezeket a kísérleteket, úgyhogy szeretettel várnak minket vissza. És ezúton szeretném megköszönni az alapítványnak mind az eszközbeni, mind az anyagiakban való támogatást, hogy lehetőségem volt ezekbe az iskolákba eljutni és ott lenni. És hogyha lehetőség van rá, jövőre is szeretném folytatni a programban való részvételt. Köszönöm szépen a figyelmet!